Köszöntöm a megjelent képviselőhölgyeket, urakat, vendégeinket és mindenkit, aki az Erzsébetvárosi Televízión keresztül figyelemmel kíséri munkánkat. Erzsébetváros önkormányzata képviselőtestületének 2008. évi november 19-i rendkívüli ülését megnyitom. Az aláírt jelenléti ív alapján megállapítom, hogy az ülés határozatképes, jelen van 18 fő. Következik. Egy kis hárfa muzsikát hallanak. Reneszánsz a szerző, Caroline a neve, és az ő művét játssza Szombati Anna, a Molnár Antal zeneiskola növendéke. Hallgassák és fogadják ő szeretettel. Tisztelettel és szeretettel gratulálunk minden kitüntetetnek, és most hallgassunk ismét egy kis szép reneszánsz hárfa muzsikát Szombati Anna, a Molnár Antal zeneiskola növendéke előadásában, akinek tanára Kis Tünde, a zeneiskola igazgatója.
Köszönjük szépen a kisművésznek a muzsikát, és most a polgármester urat kérem, hogy néhány szóban zárja be az ünnepi ülést. Tisztelt kitüntetettek, tisztelt hölgyeim és uraim! Most annak köszönhetjük, hogy kocinthatunk a kitüntetettekre, hogy ha jól emlékszem, valamikor 5 évvel ezelőtt elbukott az a javaslat, hogy a képviselőket szondáztassák mekkora reggel. Tehát jelenleg kocinthatunk, emelem poharam Erzsébetváros idei kitüntetetjeire.